Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál nem tudjuk még, hogy miről van szó, majd az első kártya mutatja azt, hogy mi a fő téma, és arra vetem ki a kártyákat. Ez egy általános jóslás, de megvan a lehetőség arra, hogy kérd ezt a jóslást, amikor nincs konkrét kérdés, hanem szeretnéd tudni azt, hogy mi fontos jelenleg, mire kellene odafigyelned, hogyan alakulnak a dolgok. Tehát megnézzük először azt, hogy mi a fő téma. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Ez fontos a családban, a lakhelyet illetően, egy párkapcsolatban. Amit a horgony még jelent, a munka meg a hivatás, ez is lehet egy fő téma jelenleg. Megnézzük, hogy mit mutatnak ezzel kapcsolatban a kártyák. Itt a kereszt. Jelenthet egy spirituális területet, például azt, hogy az a hivatásod. A kereszt jelenthet döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, hiszen keresed a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Itt a kasza elvág valamit, lezár valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban. Amit a kasza még jelenthet, hogy lesz egy meglepetés, amikor nem számítasz rá, és olyan hirtelen döntésekről lesz szó. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat is, amire eddig nem számítottál. Itt vannak még akadályok, de a kasza ezt el tudja távolítani. Lehet, hogy eddig is tervezted azt, hogy legyenek itt változások, mert eddig is kerested a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. De voltak problémák, nehézségek, vagy úgy gondoltad, itt nem mennek előre a dolgok, előfordulhat, hogy tényleg a munkahelyi dolgokról van szó, de itt lesz egy meglepetés, van hirtelen más irányba fordulnak a dolgok, és a kasza elvágja az akadályokat. Itt a hold jelentheti az anyukádat, az anyai témákat, de kihat az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és az a jó, hogy ez a vágy, ez az elképzelés most megvalósul. Eddig még voltak itt akadályok, nehézségek, és a kasza most ezt eltünteti, és eléred a céljaidat. Itt látható a kutya, ez lehet a hűség, lehet a baráti kör, vagy azt is jelentheti, hogy lesznek változások, például egy munkahelyi változás, és nagyon-nagyon barátságosak veled. Itt azért megjelenik még a ravasz róka. Az lehet egy negatív gondolat, például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy lehet egy hamis személy is. Én úgy gondolom, hogy ez volt itt az akadály, hogy valaki befolyásolt téged, vagy megakadályozta azt, hogy elérd a céljaidat, de a kasza elvágja a hamisságot, például egy hamis barátnőt. A kasza elvágja a problémákat, eltünteti ezt a sziklát, és akkor meg lesz a biztonság érzete, jó döntések, minden úgy alakul,
Ahogy te ezt elképzeled, egy álom itt most megvalósulhat. Eddig nem hittél benne, hiszen voltak akadályok, és most rájöttél arra, hogy az igazi akadály tulajdonképpen ez a hamisság volt. Itt lesz mozgás, vidámság, előre mennek a dolgok, lesznek csevegések. Az is lehet, hogy itt ez a személy valószínű, hogy egy nő cseveget pletykálkodott rólad, és mások elfordultak tőled, voltak problémák, voltak nehézségek, például a munkahelyen, de most rendeződnek a dolgok, mert a kassa eltávolítja az akadályokat, esetleg ezt a szemét, az is lehet, hogy felmondanak neki, és akkor ez a nő már nincs ott, lesznek vidámságok, egy jó hír, ami a nőt illeti, ezt a hamisságot, ez lehet egy hazugság, vagy pletykálkodás, de ez nem a jelent illeti, hanem a múltat, ez most lezárul. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!